Köszöntöm Önöket! Helyi aktualitások, országos témák, ezekről fogok beszélgetni Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterrel, térségünk országgyűlési képviselőjével. Üdvözlöm, miniszter úr, köszönjük, hogy fogadott bennünket a szolgálatba. Köszönöm a lehetőséget. Közel 3 hét, ugye, október 2-án népszavazás lesz Magyarországon. Beszélni fogunk ennek a tétjéről, hogy miért olyan fontos. Azonban először azt szeretném kérni, hogy egy kicsit tekintsünk vissza. 2010. Több százezer migránsról beszélünk, egy ENSZ adat alapján 2015 már 1,5 millió, most pedig a 2 milliót is meghaladtuk. Vannak, tudjuk, Nyugat-Európában olyan vezetők, akik azt mondják, hogy ezzel nincs semmi probléma, nem kell megállítani a bevándorlás áradatot, hiszen demográfiai problémákra hivatkoznak, illetve munkaerőpiaci gondokra. Magyarország kormánya viszont az első pillanattól kezdve azt mondja, hogy nem szeretnének bevándorlókat, inkább belül az országon belül oldják meg a problémákat, erre vonatkozólag hoztak is intézkedéseket, nem is keveset, melyek voltak ezek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a kérdésnek a tisztázása, hogy a bevándorlás jó nekünk vagy rossz. És ebben áthidalhatatlan az ellentét Nyugat-Európa, néhány vezetőhatalma, Brüsszel, és mondjuk Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország között. Itt egy mély szakadék van, ami nem áthidalható, illetve nem látom, hogy hogyan lehetne ezt az ellentmondást feloldani. Ugyanis itt arról van szó, hogy a nyugat-európai országok úgy gondolják, hogy ha bevándorlás lesz, korlátlan bevándorlás, és a bevándorlók folyamatosan jönnek Európába, az nekik nagyon jó lesz, növelni fogja az ország versenyképességét, és ha sok bevándorló él egy országban, az versenyképességi előnyt jelent. Az az ország előnyére válik, attól az ország jobb lesz. Nekünk az a meggyőződésünk, hogyha egy országban nem él sok bevándorló, az jelenti a valódi esélyt. Tehát, hogyha sok bevándorló él, az hátrányt jelent az ország számára, hogyha a bevándorlók száma viszonylag alacsony, az verseny előnyt jelent a következő években és évtizedekben, akár Magyarország vagy a szomszédos országok számára. Ebben áthidalhatatlan az ellentét, és ma az európai erőviszonyok miatt az a szempont érvényesül, hogy Brüsszel már döntött is, körülbelül 8 olyan döntése van az Európai Bizottságnak, amely arról szól, hogy liberalizálni kell a bejutást Európába, nem kell megvédeni Európát, be kell engedni az embereket, sőt be kell őket hívni, és utána automatikusan, létszámarányosan szét kell osztani az Európai Unió tagjai között, akik meg majd szétdobják a határokon belül ezeket a bevándorlókat, különböző elsősorban városokba, tekintettel arra, hogy nyilván azoknak a településeknek kell befogadnia majd bevándorlókat, ahol eltartási képesség van, mondjuk van helyi adóbevétel, vannak munkahelyek, lehet lakásokat építeni, és lehet szociális támogatást biztosítani. Tehát aki Magyarországon városi rangú település, Makó, Vásárhely, Csanádpalota, Mincent, az számíthat arra, hogy ha Brüsszel megállíthatatlan lesz, ha Brüsszelt nem tudjuk megfékezni, akkor előbb-utóbb bevándorlókat kell befogadni. Számok tükrében ez mit jelenthet? Én azt gondolom, hogy első lépésben a brüsszeli előterjesztéseket ismerve Magyarországnak 120-130 ezer bevándorlót kell majd befogadnia a következő években, és ebből pár száz első lépésben biztos, hogy jutni fog Makóra is. Még egyszer mondom, ha ez a brüsszeli kötelező kvóta érvényesülni fog, most azért van népszavazás, hogy ez ne érvényesüljön, tehát még a harcnak nincs vége, és a meccs nem lefutott, és utána ez a szám végtelen, hiszen egy automatizmus jön létre, ami azt jelenti, hogy érkezik a bevándorló Európa határához, be fogják engedni, és Európában pedig szét fogják osztani. Ez maga a meghívás. Nem 1 millió ember fog elindulni a következő 10 évben, hanem akár 10 milliók fognak elindulni Európa felé, hiszen az európai országok egyébként a világ 50 leggazdagabb országa közé tartoznak, a világ 200 országával szemben. Tehát 150 olyan ország van, ahol rosszabbul élnek az emberek, mint Európa országaiban. Azokból az országokból meghívással élve jönni fognak majd az emberek, és az Európai Unió pedig őket szét akarja osztani, mert az a meggyőződése, hogy az Európát erősíti. Nekünk meg az a meggyőződésünk, hogy az Európát nem erősíti, hanem gyöngíti. Magyarország számára az jelentene versenyelőnyt a következő 10-20 esztendőben, hogyha meg tudná őrizni az egységét, meg tudná őrizni a nemzeti identitását, a homogenitását, a keresztény jellegét, a keresztény hagyományait. Ha ez megborul, ha ez fölborul, hogyha ez megváltozik, akkor az az ország számára nem jövőt jelent és nem előnyt jelent, hanem nagyon súlyos hátrányokat fog jelenteni. Nem jobb lesz az ország helyzete, hanem rosszabb lesz. Ez áthidalhatatlan. Az pedig, hogy a makóiak mit akarnak, majd október 2-án el fogják mondani,
Egy politikusnak ebben a helyzetben két kötelessége van. Egy demokratikusan gondolkodó politikusnak mindig arra kell fölkérni a választókat, hogy a népszavazás által fölkínált lehetőséggel éljenek. A népszavazás a legszentebb dolog egy demokráciában, hiszen nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy közvetlenül mondjuk el a véleményünket egy-egy ügy kapcsán. Képviseleti demokráciában élünk, 4 vagy 5 évente mondhatjuk el, hogy kik vezessék a várost, vagy kik vezessék az országot, és egyébként pedig rájuk bízzuk az ügyek intézését és a döntéseket is. A másik következménye pedig, és a másik kötelessége a politikusnak, hogy elmondja, hogy szerinte a szavazat leadása az mit jelent, de az mindenki számára egy lelkiismereti kérdés. Szerintem Makón arról kell dönteni, hogy a makói választópolgárok akarják-e, hogy először néhány száz, aztán ki tudja, hogy hány bevándorló él Makón. Így van, tehát itt ugye az a tét, hogy több százezer embert betelepítenek el Magyarországra. Ezzel szemben ugye a napi politika, illetve a napi hírek arról szólnak, hogy vissza szeretnének telepíteni olyan embereket, olyan migránsokat ide hazánkba. Ugye most a napokban arról beszéltünk, hogy Ausztria például... Ez már ugyanaz a folyamat. Tehát ez egy mix. Itt jogi értelemben 3-4 dologról van szó, de ez tulajdonképpen ugyanaz a folyamat, hogy aki már kiválogatta a nála lévő bevándorlókat, és aki számára nem kell, azt vissza akarja tenni egy másik országba. Ennek akarja Brüsszel megteremteni a jogilag teljesen legitim és rendezett kereteit, hogy ne legyen ezzel két országnak problémája. Brüsszel azt mondja a magyar-osztrák vitára, hogy látjátok, ez is azt bizonyítja, hogy kell egy kötelező elosztási kvóta, ami alapján automatizmusok lesznek, és ti majd akkor a brüsszeli hivatalnokok döntése alapján kaptok 1000-et, 2000-et, 3000-et, 4000-et. Tehát nem Magyarországon döntik azt el, hogy ki éljen Makón vagy Hódmezővásárhelyen, hanem majd Brüsszelben vagy Berlinben fogják megmondani, hogy ki éljen Makón vagy Hódmezővásárhelyen. Szent István államának az volt a lényege, hogy mi határoztuk meg azt, hogy ebben az országban ki él. Ha erről Magyarország lemond, az végletes hiba, meggyőződésem szerint, helyreoszthatatlan bűn. Azt viszont ugye azért Nizza, Párizs és Brüsszel óta tudjuk, hogy a migrációnak és a terrorizmusnak ugye szoros összefüggésben állnak egymással. Ez jelen pillanatban, és hogyha megtörténik mondjuk a betelepítés, jelente nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve? Nagyon felelősen kell nyilatkozni ilyenkor egy politikusnak szerintem, nem szabad riogatni. Kétségtelen tény, hogy egyenes összefüggés, szoros összefüggés van az illegális bevándorlás és a terrorizmus között. Akik az elmúlt hónapokban terrorista cselekményeket követtek el Nyugat-Európában, mind illegálisan és korlátozások nélkül a megfelelő ellenőrzés hiányában érkeztek az Európai Unió területére. Valószínű, hogy terrorista mozgalmak folyamatosan rátelepszenek ezekre a bevándorlási folyamatokra, főleg, hogyha nincsenek ellenőrizve, vagy nincsenek korlátozva. Jelen pillanatban a bevándorlás azért áll, mert Bulgáriában, Macedóniában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon az országok a balkáni útvonalat úgy zárták le az embercsempészek elől, hogy határzárakat létesítettek, tehát mi délről most védjük a határokat. Hogyha elveszik ezt a határvédelmi jogunkat, és egy brüsszeli központ fogja megmondani, hogy most melyik határt kell védeni, és melyiket nem, és kit lehet beengedni, és kit nem, ez konkrétan ezekről a javaslatokról van szó. Tehát az Európai Unió nem kevesebbet akar, mint hogy a röszkei határállomáson ő mondhassa meg Brüsszelből, hogy egy nap hány embert lehet beengedni, illetve hogy ki jöhet be és ki nem. Most borítékba lehet tenni, hogyha a magyar hatóságok, a magyar rendőrség elveszíti ezt a döntési jogát, akkor Brüsszel azt fogja mondani, hogy mindenkit be kell engedni. Azokat először át kell engedni az országon, összegyűjtik őket való, és aztán visszakapunk belőle. Nem keveset meggyőződésem szerint. Ahhoz képest ma az országban lényegében nincsen senki. Lehet választani, hogy ki mit akar. Október 2-a erről szól. Igen, és Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Belgrádban azt is mondta, ugye most jelen pillanatban említette a miniszter úr, hogy áll, egy picit csendesedett talán ugye a migráció, de ősszel újabb hullám várható. Az ENSZ szerint 60 millió ember akar elindulni hazájából, és a célpont Európa, döntően a jólét miatt, és 10%-nyi olyan ember van az útrakelők közül, akiknek menekülnie kell. Tehát 90% azért jön, mert jobban akar élni, fizetést akar, munkát akar, lakást akar, szociális ellátást. Én nagyon jól érzékelem, hogy sok magyar ember számára, sok makói ember számára hihetetlen, vagy sok vásárhelyi ember számára hihetetlen, hogy vannak olyanok, akik nála rosszabbul élnek. Vannak olyanok, akik napi 1 vagy 2 dollárból kell, hogy megéljenek.
és Magyarországon a 70-100 000 forintos nyugdíj is sok ahhoz képest, mint amennyit Afrikában keresnek az emberek havonta, és vannak, akik úgy gondolják, hogy elég belépni az Európai Unió életterébe, és akkor természetesen majd ők is részesülnek ezekből a javakból, és van egy olyan csoport kétségtelenül, akik politikai menekültek, meggyőződésük, hitük, vallásuk, nézetük miatt üldözik őket a hazájukban. Ezeknek az embereknek segíteni kell, de az elmúlt egy év számai alapján ez az Európa felé indulóknak a 10%-át jelenti, tehát a most Európában tartózkodó vagy Németországban tartózkodó 1 millió emberből 100 000 lehet valóban, aki menekült, aki menekül valami elől, és el kell hagynia a hazáját, mert egyébként az életét kockáztatja a többiek, azért jönnek, hogy jobban éljenek. Az a kérdés, hogy erre van-e szükség, és itt megint visszajutunk oda, hogy szerintünk erre nincsen szükség, mert Magyarországnak nincsen szüksége betelepítésre, bevándorlókra. A magyar családokat kell segíteni, a hódmezővásárhelyen élő családoknak kell segítséget nyújtani, és akkor lesz jobb a város élete és az ország sorsa, és nem akkor, hogyha Makóra, Vásárhelyre betelepítünk majd embereket. Úgyis döntöttek, hogy megkérdezik ugye az emberek véleményét ezen az ominózus. Nincs más választásunk, mert a kormány egyedül gyönge, hogy megvédje az országot. Tehát itt az a helyzet, hogy van egy olyan brüsszeli döntési mechanizmus, itt a dolgok már annyira integrálva és központosítva vannak, hogy a magyar kormány ezt egyedül nem tudja megállítani. Csak a népszavazása az, amely kőbe van vésve, és amivel szemben nincs mit mondani. De valóban van egy kis országban, ugye Magyarország nyugat-európai országokhoz képest kicsinek számít, van esély arra, hogyha mondjuk a népszavazás végkimenetele úgy alakul, akkor ez megállíthatja Brüsszel? Nem lehet másképp. Mi az esély? Hát 100%, ugyanis nem lehet másképp, mert a népszavazás a közvetlen demokrácia intézménye, amely ellen egy demokratikus politikus és egy politikus vagy egy demokrácia nem szólalhat föl. De nézze meg Magyarországon, amelyik ügyben népszavazás volt, az 20-30 éve úgy van, és a következő 20-30 évben is úgy lesz. Csak népszavazással lehet megváltoztatni. Népszavazáson döntöttünk arról, hogy a köztársasági elnököt nem közvetlenül, hanem a parlament által választjuk. Népszavazáson döntöttünk arról, hogy a NATO tagja leszünk, hogy az Európai Unió tagja leszünk, népszavazáson döntöttünk arról, hogy nem lehet fizetős az egészségügy, népszavazáson döntöttünk arról, hogy a felsőoktatásba is ingyen be kell juttatni minél több gyereket. Ezekhez a témákhoz nem lehet hozzányúlni Magyarországon, sem az elmúlt 20 évben, sem a következő 20-30 évben, mert népszavazás döntött róla. Ez szentírás egy demokráciában. Természetesen, hogyha diktatúra lesz, akkor mások a játékszabályok, de egy demokráciában ezekhez a dolgokhoz nem lehet hozzányúlni, és ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Magyar kormánynak nincs lehetősége ebben az esetben végrehajtani a brüsszeli döntéseket, mert nyilvánvaló, hogy Magyarország kormánya a magyar választópolgároknak tett esküt. Milyen eredményre számít? Milyen eredménnyel lennének elégedettek? Van itt jelentősége annak, hogy hányan mennek el és hányan szavaznak? Nem? Szempontomból nincsen, hogy én milyen eredményre számítok, ebből a szempontból nincsen, mert az én kötelességem az, hogy minden választópolgártársamat arra kérjek, aki a választókörzetben él, 81 000 vannak, hogy legyenek szívesek, menjenek el szavazni, és éljenek a választás lehetőségével. A népszavazás lehetősége egy ünnep, egy demokráciában szent dolog, élni kell vele, el kell menni, és el kell mondani az embernek a véleményét. Ha emberek nélkül nem lehet politikát csinálni, és demokráciát építeni vagy szervezni, ezért mindenféleképpen tudnunk kell azt, hogy a választópolgárok mit akarnak ebben a kérdésben. Másik dolog nyilvánvaló, hogy ha véleményemet kérdezik, a következő egy hónapban sok felé el fogom majd mondani a választókerületben, akkor azt fogom mondani, hogy mindenki azt mérlegelje személyesen, hogy a saját élőhelyén akarja-e, hogy bevándorlók jelenjenek meg, akikkel együtt kell élnie, sőt utána, ha ott élnek, most már segíteni kell akkor őket, iskoláztatni kell őket, munkát kell nekik adni, szociális lakást kell nekik adni, a sajátjukból kell nekik egy szeretet adni. Egy olyan országban, ahol a cigánysággal 500 éve nem tudunk mit csinálni, és nem tudjuk őket integrálni az elmúlt 100 esztendő folyamán. Képtelen volt arra a magyar társadalom az elmúlt 30 évben is, hogy a roma társadalom számára valódi integráció lehetőségét kínálja föl, vagy képes legyen biztosítani. Egy ilyen kudarc mellett én azt gondolom, se elég gazdagok nem vagyunk hozzá, se elég jók nem vagyunk ahhoz, emberi értelemben mondom ezt, hogy még egy újabb csoportért felelősséget tudjunk vállalni. Elég egy magyar családnak felelősséget vállalni a saját magáért, és itt vannak még cigány nemzettársaink, akikért felelősséget kell vállalnunk. Azért kérdeztem, hogy Brüsszelnek meg kell-e hallani a magyar emberek szavát, mert ugye olyan felhangokat lehet hallani, hogy amennyiben Magyarország nem fogadja el ugye a betelepítési kvótát, akkor az, abban az esetben akár büntetést is kaphat. Például az uniós pénzeket megvonják tőlünk.
Azt én nem tartom esély. Reális veszélynek egyrésztről. Másrésztről a magyar kormány csak egyetlen egy dologra tud hivatkozni. Csak egyetlen egy dolog tudja megvédeni az országot, ez pedig a népszavazás. A magyar kormány egyedül már nem képes erre, hogy megvédje az országot. Az országgyűlés sem képes, hogy megvédje az országot. A magyar kormány csak segítséget kérhet és erőt kérhet a választópolgároktól. Ha ez megvan, akkor a magyar kormánynak más a tárgyalási pozíciója. Egy olyan országgal szemben bírságot nem lehet alkalmazni, ahol népszavazás egyértelműen foglalt állást. Lehetnek-e Magyarországnak ebben az ügyben követői? Ezt nem tudom megítélni, ez minden országnak a saját döntési kompetenciája. Minden ország maga dönti el, hogy melyik utat járja és fölkínálja-e a választás lehetőségét, vagy a döntés lehetőségét. És ráadásul nézze, hát lehet olyan ország Európában, talán Németország ilyen, ahol az emberek úgy gondolják, hogy a bevándorlás jó dolog, és erre szükségük van. Legyen így. Ez legyen az ő dolguk. De Németország miatt ne kelljen Makóra befogadni embereket, meg hódmezővásárhelyre. Mi csak azt akarjuk elérni, hogy minden ország maga dönthesse el, hogy kit fogad be. De én azt fogom tanácsolni minden önkormányzati vezetőnek, hogyha a kormány ebben az ügyben vereséget szenved, akkor helyi ellenállásokat kell szervezni. Magyarul a helyi képviselőtestületeknek és a helyi önkormányzatoknak meg kell azt akadályozni szerintem, hogy helyi szinten betelepítések legyenek. Először most a népszavazásra az országot kell megvédeni, és ha az nem megy, akkor azt a helyet kell megvédeni, ahol élünk, mert az a meggyőződésem, hogy ez az erőszakos, kötelező betelepítés, ez az országnak és mondjuk a választókerületem településének nem jó lesz, hanem rossz lesz. Az életminőség nem javulni fog, hanem rosszabb lesz. És ez nem önzés, félreértés, ne essék. Mert minden keresztény és keresztény gondolkodású embernek, hitű embernek, annak segítenie kell azon, aki elesik mellette. Le kell hajolni az elesettekhez. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy hol segítünk rajtuk. Mert a saját hazájukban kellene, ugye ez a... Nézd, az furcsa dolog lenne, én azt mondanám a szabadságtéri cigány polgártársaimnak itt Hódmezővásárhelyen, hogy mikor ide jönnek segélyért a városházára, hogy tudják mit? A polgármester úrral mi azt kérjük maguktól, hogy menjenek már el Franciaországba, meg Németországba, adjanak ott egy menekült kérelmet be, és ott kérjenek szociális segélyt, kérjenek nyugdíjat és kérjenek munkahelyet. Hát nyilvánvaló Franciaország és Németország azért fizet az Európai Unió pénzügyi alapjába be, hogy a szabadságtéri fölzárkóztatási programmal, az ottani lakásrehabilitációval ezek az emberek itt maradjanak. Hát Európának és Magyarországnak, ha segíteni akar, már pedig hitünk miatt akarunk segíteni, meggyőződésünk szerint kell segíteni, akkor ezt ott kell megtenni, ahol a probléma, a baj keletkezett. Ott kell orvosolni. Ezért épít a magyar kormány Szíriában egy kórházat. Hogy mennyi pénz van erre? Nyilván ezt az ország teherbíró képességéhez kell igazítani, mert nem szabad farizeusnak lenni, világosan kell beszélni, a magyar kormány elsődleges feladata a magyar családok támogatása. És ha marad erőnk és pénzünk, akkor tudunk segíteni Afrikában, akkor tudunk segíteni a Közel-Keleten. Meglátjuk október 2-án, hogy hogy gondolják ezt a magyar emberek. A legfontosabb, hogy mindenki mondja el a véleményét. Pénteken meg már az eredményt is megtudjuk, hogy hogyan lehet tovább tárgyalni. Igen. Ebben az ügyben, Brüsszelben. Térjünk át egy picit, ugye említettük a kedves nézőknek, hogy beszélünk helyi témákról is, Hódmezővásárhelyre, hiszen itt is sokan várják a választ, hogy a 47-es elkerülő út mikor valósulhat. Igen. Igen, jó néhány olyan beruházás van, amelyre most már úgy kell tekintenünk, hogy abban a szempontból kell számba vennünk, hogy 2018-19-ig mi fog történni. Régi nagy tervünk, volumenében 30-35 milliárdos beruházásról beszélünk, hogy északon egy elkerülő utat építünk Hódmezővásárhely tehermentesítése miatt. Ez beleilleszkedik a kormánynak abba az elképzelésébe, hogy Szeged és Vásárhely mellett, Szeged és Debrecen között kell igazából ezt az utat teljes egészében felújítani. Jó hír, hogy Szeged és Vásárhely között teljes egészében megépült, sőt Algyő és Szeged között felújításra is került a 47-es négysávosítása. Jó hír, hogy tulajdonképpen Békés Csabáig az út teljes egészében fel van újítva, jelentős forgalomra alkalmas, és nyilván az a cél, hogy Békés Csabán túl is ez az útépítés érdemben folytatódjon. Nekünk vásárhelyeknek nagyon fontos nem csak a Szegeddel való kapcsolat, hanem a Békés Csabával való kapcsolat megközelíthetőség is, ezért most kifejezetten támogatom és kérem a kormány segítségét a Békés Csabai repülőtér fejlesztéséhez, ami az egész térség számára fontos lenne, az a repülőtér ma nem tud minden olyan gépet fogadni, amit fogadnia kellene. Tehát a 47-es elkerülő ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű, de kétségtelen, hogy a város fontos lakónegyedeit érinti hátrányosan az az óriási teherforgalom, ami naponta a 47-es és a 45-ös miatt rámegy a városra. Most a dolog úgy áll, hogy
közbeszerzési eljárás lezárult. Én azt az ígéretet kaptam, hogy októberben alapkőletétellel indulhat a beruházás, és 2018 tavaszára, ha az időjárás engedi, várhatóan kész is lesz. A forgalom tehermentesítés. Ez egy 30-35 milliárdos beruházás. A forgalom tehermentesítésén túl mit nyerhet ezzel a város? Hát alapvetően nekünk a város élhetőségét javító beruházásról van szó, de nem kérdés, hogy a körtöltés menti északi területek fölértékelődnek, és kialakulhat egy új gazdasági ipari övezet is mindenhol a négysávos utak mellett, ez azért jellemző. Így történt ez Szeged és Vásárhely között is, hogy azok a területek fölértékelődnek, egész Szeged és Algyő között is ez a jellemző tulajdonképpen. Sok körforgalom lesz benne, és lekötési pont alkalmas lesz arra, hogy ez egy föltáró ipari-gazdasági övezete legyen a városnak. De alapvetően arra számítunk, hogy a hatalmas forgalom lekerül a városról, és jobb lesz a levegő minősége, élhetőbb lesz a város, csökken a környezetterhelés. Ez egy nagyon fontos kérdés. Négy kerékről menjünk át két kerékre, hiszen ugye a kormánynak határozott célja, hogy az országban több 100 kilométer hosszan kerékpárutakat létesítsen. Ebben azért azt gondolom, hogy Hódmezővásárhely élen jár, hiszen itt a városban és a város körül is azért megvalósultak már kerékpárutak. Sőt, a mennyeljúgó városok közül a kilométerben a kerékpárutak összehasonlító adatai úgy néznek ki, hogy a egyfőre első megépített kilométer kerékpárút az Hódmezővásárhelyen a legmagasabb a megyei városok közül. Tehát belülrendben vagyunk, és a sugaras építkezés is jó, amit a város elkezdett. A miniszterelnök úrnak még van egy adóssága Hódmezővásárhely felé, egy idei látogatás, ahol tudomásom szerint a város nagyévű kerékpár fejlesztési, immár részben turisztikai célokat is szolgáló kerékpárút építési programba fogott, sőt összefogott Maroslelével és Makóval, és Maroslele és Makó, és Maroslele és Hódmezővásárhely között is épül egy kerékpárút. Városon belül is nagyon helyes, hogy a kerékpár felújítások zajlanak folyamatosan. 35-40 ezerre becsülik a Hódmezővásárhelyi kerékpár számot, ami országos szinten óriási. Meggyőzésem szerint ezt a kultúrát erősíteni kell. Részben azért, mert az emberek megélhetésük miatt ezt a járművet használják, részben azért, mert a szabadidő eltöltésére is kiválóan alkalmas, és segít föltárni a város és a térség turisztikai értékeit. Úgy tudom, hogy a város felvette a Magyar Kerékpáros Szövetséggel is a kapcsolatot annak érdekében, hogy hogyan lehet akár a nemzetközi kerékpárhálózatokba, vagy a turisztikai szempontból fontos kerékpár övezetekbe besorolni, mondjuk a Mártéi kerékpárutat a Bodzási úttal összekötve, tehát vannak ilyen tervek. Szabadidősport ugye azért az meghatározó minden város életében. Igen. Két évvel ezelőtt a választások kapcsán Makó városában megkérdezték az embereket arról, hogy mik azok a dolgok, amiken szeretnének változtatni, és elsők között szerepelt a sportlétesítmények fejlesztése, igen, illetve a szabadidő eltöltésének további lehetősége. Jelen pillanatban ott is folynak fejlesztések. Így van, de a kérdésének az első része fontos, az, hogy megkérdezték a makói választópolgárokat. Hódmezővásárhelyen szerintem már régóta megtanultuk, hogy a város kormányzásának vagy a képviselőtestületi munkának nem az a célja, hogy az ember a saját hatalmi ambícióit kiélje, hanem az, hogy szolgálja az itt élő közösséget és megpróbálja az életminőséget javítani. És ez lehet a siker fokmérője. Ebből kihagyhatatlanak az emberek, tehát két választás között rendszeresen meg kell kérdezni különböző társadalmi akciókban a választópolgárokat. Én ezt tartom, ha megkérdezi azt, hogy fejlődik-e a demokrácia, akkor úgy fejlődik a demokrácia, hogy nem elég két választáson megkérdezni a választópolgárokat, hanem két választás között is rendszeresen kell a választópolgárokkal kapcsolatot tartani, és meg kell őket kérdezni bizonyos helyi ügyekről, fontos ügyekről, vitára kell őket bocsájtani, és meg kell beszélni az emberekkel, és ezt az irányt kell utána a döntésekben érvényesíteni és tartani. Én úgy látom, hogy ennek Makón kialakul egy kultúrája. Ez 20 évig nem így volt Makó városában, sokak számára szokatlan, és sokan alábecsülik ennek a jelentőségét, hogy megkérdezik az embereket, megkérdezik a választókat. Engem nagyon meglepett az, hogy olyan kezdeményezések jöttek elő, amelyeket nem a város favorizált. Arra gondolok, hogy kifejezetten személyes, emberi, érzelmi jellegű dolgok kerültek elő. Például a sport az mindig személyes ügy, mert a szabadidő eltöltésével kapcsolatos, és mégiscsak mindenki számára szívügy. Makó városában a sportinfrastruktúra elképesztő lerobbant állapotban volt 2014-ben, még a hasonló méretű városokhoz képest is tragikus állapotban. Most próbálunk Európai Uniós forrásból, adófizetői pénzből, adóirányítási eszközökből, tehát TAO-ból csarnoképítéssel segíteni a helyzeten és a stadion teljes rekonstrukciójával. Még ebben az esetben is messze járunk attól, hogy Makó város sportélete az egy 25 ezeres városhoz méltó sportélet legyen. Tehát a sport
Makó városában rendkívül fontos, közösségszervező erő tud lenni, hihetetlen lerobbant sportinfrastruktúrát kell átvenni, és folyamatosan fejleszteni kell, milliárdokat kell majd még Makón költeni a városi sportinfrastruktúrára, ahhoz, hogy jó legyen. De nagyon érdekes volt, hogy ezt se a város kezdeményezte, hanem makói civilek, sportolók, aktivisták. Ugyanilyen volt például a Neológ zsinagóga emlékművének a felállítása, azt se a város kezdeményezte, hanem civilek kezdeményezték. A Návai szobor felállítása nem a város ötlete volt, vagy nem a parlamenti képviselő ötlete, hanem a civilek ötlete volt. Most a zsidó temetőnek a helyreállítása is civil kezdeményezés. Tehát azt látom, hogy a város fejében, ami van, vagy a város fejében, ami volt, ez a pontos kifejezés, és ami az emberek szívében van, az teljesen ketté vált egymástól. Tehát a város működött, a város vezetve volt, de az emberek szívében meg ott maradtak olyan ügyek, amelyek nem intéződtek el. Most nagyon fontos, hogy az emberek megkérdezésével megpróbáljuk szívük szerint intézni a dolgokat szerintem Makón. Ahogyan megkérdezték azért két nagy beruházásról is a makóiakat, hogy mit gondolnak például a Makovec könyvtár építéséről, vagy a fürdőfejlesztéséről. Nagyon helyes volt, mert az 5 milliárd forint, az nagyon helyes, hogy megkérdezték, mert ugye a makói fürdőnél azért kellett megkérdezni a választópolgárokat, hogy akarják-e, hogy további bővítés legyen, kb. 2-2,5 milliárd forintért. Ennek a tervei megvannak lényegében, és a beruházás az a kormány kész megadni a támogatást, de meg kellett kérdezni a makói választópolgárokat, mert a fürdő eddigi építése lényegében csődbe vitte Makó városát. És a fönntartás költségei azok sokáig úgy tűntek, hogy a megtérülés biztos elmaradásával kecsegtetnek. Ugyanegy egy könyvtár. Tehát nyilván vannak olyanok, akik számára a könyvtár és a könyv nem fontos. 80 ezer kötetes könyvtár nélkül lehet egy városban élni. Az más kérdés, hogy más minőség. De egy 2,5 milliárdos épületet, sok-sok ezer négyzetmétert fönntartani, óriási költség. Ezért helyes, hogy megkérdezte a városvezetése a polgárokat, hogy rendben van, hogy megépítjük, de amikor majd ezeket fönn kell tartani, adott esetben nem jól működnek és veszteséget termelnek, mert nincs aki használja, meg nem lehet annyi pénzt kérni, akkor lesz-e szándék meg erő. És úgy látom, hogy Makó városában konszenzus van a felől, hogy meg kell építeni a könyvtárat és a fürdőnek a családi részét meg kell építeni az eredeti terveknek megfelelően. Az óriási dolog, a kormány az idén meg fogja adni hozzá a pénzt, és a fedezet rendelkezésre fog állni. Mind a két esetben ez 2,5 plusz 2 milliárd forint. Hogyha már miniszter úr a csőd helyzetet említettem, ugye valóban volt egy ilyen időszak az előző önkormányzati vezetés kapcsán, hogy csőd helyzetben volt a város, azonban erről a lakosok nem tudtak, és ez a mostani ászszámlevőszéki vizsgálata alapján ki is derült. Hát meg tudja, ez nem mindig érdekli az embereket, ez teljesen természetes dolog. Hát ránéz az ember, jól mennek a dolgok, nem érinti. Itt azonban történt egy olyan dolog, ami az egész kérdésnek, vagy az egész vitának az értelmét adja meg, ugyanis ha jól értem az ÁSZ jelentését, 2011 és 2014 között olyan mértékű volt a makói városházának a káosz és a csőd, hogy emiatt helyi adókat kellett emelni. Így volt 2012-ben, így van. Mindaddig, amíg a helyi választópolgároknak nem kell a zsebükbe nyúlni, addig nem nagyon érdekli őket, hogy most csőd van vagy nincs csőd. De az az igazság, hogy a helyi adóemelés az kifejezetten azért történt, a dokumentumokból az ÁSZ legalábbis ezt írja, mert el kellett kerülni a fizetőképtelenséget. Tehát volt egy rossz gazdaságpolitika, nem sikerültek a dolgok, ezért meg kellett emelni a választópolgárok adóját. Tehát a Búzás Péter vezette képviselőtestület rosszul vezette a várost, és ennek az árat az adókon, a helyi adókon keresztül a választópolgárok fizették meg. Ezt írta le az állami számlavőszék. Ezt nem a polgármester mondja, én mondom, hanem az állami számlavőszék jelentése írja meg. Tanulságos ebből a szempontból. Ezzel sem lett volna a baj, félreértés ne essék, mert ilyen előfordul, több oka is lehet, de meg kell mondani. Tehát az egy tisztességesebb dolog lett volna kiállni 2011 végén, és az újévi köszöntőben elmondani, hogy ezért és ezért csőd van, és meg kell emelni a helyi adót, egyébként a város fizetésképtelen lesz, nem tudja kifizetni a béreket. De nem ez történt, hanem egy virítás volt, egy ilyen nagyképű virítás volt, hogy minden rendben. Illetve ugye hát az adósságkonszolidáció, ugye 5 milliárd forint értékben ugye az adósságot. Így van, de azt minden önkormányzat megkapta, félreértés. Tehát ezért kerülték el a csőd helyzetet is. Igen, de azt minden önkormányzat megkapta. Tehát az a makói adófizetőknek járt az a támogatás, én meggyőződésem szerint, de hát a pontos szám az úgy néz ki, hogy a állami konszolidáció mellett is adóemelésre volt szükség, és nem volt egyszerű
ezt végigcsinálni nyilván egyetlen egy makói családnak sem. Én az őszinteséget hiányolom, bevallom őszintén, illetve a nyílt beszédet hiányolom. Tehát el kell mondani, hogy valami nem megy és nem sikerült, és rosszul csináltuk, és ennek viseljük a következményeit. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásban, hiszen valószínűleg van a magyar választópolgár, amit még most fognak átvilágítani vízi közművben, még mindig ugye zajlik. Igen, a magyar választópolgárok nem teljesen így gondolkodnak, mert felfoghatjuk úgy is, hogy egyébként amit áldoztak a városra, az beépült a város útjaiba, vannak, akik szeretnek sok adót fizetni, tehát nem feltétlenül így gondolkodnak az adófizetők. Én azt gondolom, hogy a tájékoztatás az egy fontos dolog, aztán ki eldönti, hogy mi a jó. Az nagyon fontos dolog, és amikor a polgármester asszony a véleményemet kérdezi, mindig azt mondom, hogy még ha baj van, azt is el kell mondani a választópolgároknak. Ha nehézség van, azt is el kell mondani a választópolgároknak. Hogyha az a helyzet, hogy azért van adósság, és azért van pénzügyi nehézség, mert fejlesztenünk kell a várost, mert ilyen adottságok vannak, mert nehézségeink vannak, vagy mert olyan lemaradottak és olyan szegények vagyunk, hogy központi fejlesztés nélkül nem megy, akkor ez egy világos válasz. Egy pozitív üzenettel, egy történelmi jelentőségű tettel fejezzük azért be ezt a beszélgetést Makó vonatkozásában, hiszen ugye közeleg az ősz, október 23-a. Történelmi jelentőségű dolog csődbe vinni egy várost, azért annak a történelmi jelentőségét nem becsüljük. De azért lesz itt még egy szoborállítás, ugye Návai Lajosra gondolok, az ő szobrára, amely egyszer már állt a Városháza előtt, azonban ugye ezt 1945-ben beolvasztották, állítólag szovjet emlékmű. Ez is emberi szívügy volt, tehát ez is emberek szívügye volt. És nem a város ugye, csak 24-25 éven keresztül a városvezetésnek nem jutott eszébe, hogy visszaállítsa ezt a szobrot. És emberek kezdeményezték, teljesen függetlenül, nem is ismerem, akik kezdeményezték, teszem hozzá, kezdeményezték ennek a szobornak a felállítását. Jobb, hogyha a városvezetés meghallgatja az emberek szívügyeit, mint hogyha nem. És most meghallgatta a városvezetése, sőt a parlament is, sőt a kormány is, van, hiszen Návai Lajos az országgyűlés korábbi elnökeként országos jelentőségű és formátumú politikusa volt Makó városának, nagyon nagy köztiszteletben állt, egy szociálisan érzékeny, korát messze meghaladó gondolkodású politikus volt, akit 1919-ben a kommunisták először letartóztattak, túlszülejtettek, elhurcoltak és kivégeztek. Tehát ő az 1919-es Magyarországon dúló vörös terrornak az egyik kiemelt, fontos áldozata. Tisza István mellett ő a másik legkomolyabb politikus, aki áldozat ebben a szörnyű tragédiában és ebben a szörnyű időszakban, ami ugye a Trianonhoz vezetett, mint tudjuk, és az ország kétharmadának elvesztéséhez. Azt hiszem, hogy az emlékmű erre is figyelmeztetett a két világháború között. Nagyon sajnálom, hogy a rendszerváltás óta nem merült fel a visszaállítása. Most a parlament, aki számára Návai Lajos emléke kiemelten fontos, a költségvetésben nagyon jelentős összeget biztosított. 70 millió forintot és biztosított. A miniszterelnökség 30 millió forintot. Így van, a kormány pedig 30 millió forintot biztosított. Mindez, tehát a felállításnak semmiféle akadálya nincs. Tudomásom szerint október 28-ára a polgármester asszony meghívását Kövér László házelnök úr el is fogadta. Ott leszünk, reméljük, miniszter. Köszönöm szépen. Is ott lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm. Önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.